30 esztendő telt el azóta, hogy az első tanulók átlépték a Kolping iskola kapuját. Az alapító igazgató Köntösné Rajnai Anna Mária azt meséli, az akkori oktatási rendszer számára rendszeridegen volt mindaz, amit a Kolping képviselt. Hihetetlenül nehéz volt. Nem volt elődünk az országban, tehát a minisztériumok sem tudták, hogy mivel állnak szemben, amikor a kéréseinkkel előálltunk. Amikor úgy nézett ki, hogy na, talán elindul, akkor pedig nagyon sokan ki akarták sajátítani, hogy az az ő fiók iskolájuk, és majd ők, mert mi nem tudunk anyakönyvezni, mi semmit nem tudunk, és majd ők uralkodnak felettünk. De hát az előbb mondta az igazgató úr is, nem az a fajta vagyok, akit olyan könnyen lehet ezt félreállítani bárhonnan is. Elhangzott ugye Mayer Mihály püspök neve, viszont azóta... Hát nem olyan jó sorsot befutott. Wolf Gyula is nagyon sokat segített akkor még nekünk egyházi részről. Az állami részről pedig Göttlinger Istvánnak a nevét muszáj megemlíteni, az akkori irodaigazgatót, mert ha ő nincs, akkor állítom, hogy ez az iskola nincs. Szóval ő úgy írta alá a működési engedélyünket, hogy azt mondta, biztosítom, hogy addig nem jön ide be senki abban a fél órában, míg ő ezt megfogalmazza, akkor ő kiadja. Hát én odaálltam az ajtóba, hogy ide ugyan be nem jön addig senki. Szóval ilyen fizikai terroroknak is ki voltunk térve. A legtöbbet az Augsburgi Kolping Szövetségtől tanultak kezdetekkor, mondta az alapító igazgató. Azt a rendszert egyesítenünk kellett a magyar oktatási rendszerrel, be kellett illeszteni. Nem volt olyan egyszerű ezt az oktatási minisztériummal is elfogadtatni, mert vagy a szigeti gazdaiskolát képzelték el, akkor volt az háziasszony képző, nem, az házvezetőnök képző volt, és vagy pedig az állami oktatást, a technikumot, a kereskedelmi középiskolákat, vagy a gimnáziumokat. Ez akkor, aminek indult, akkor elcsúfolták, hogy ez a cselédképző. Szekszárdon is elindult az általános iskolákban a reklám. Hülye vagy fiam, jó leszel a cselédképzőnek. Na ezzel a széllel szemben kellett megalapítani az iskolánkat, nyáron összeszedett 40 gyerekkel. Felföldi László megyéspüspök véleménye szerint több figyelemre van szüksége a nehéz sorban felnövekvő gyerekeknek, és ebben az iskolának nagy szerep jutott az évek folyamán. Egyház szerep az iskolákban, és természetesen így a Kolpingban is, és minden más iskolában, ami rendkívül fontos, az a lelkületnek a megadása. És minden iskolánt valójában ugyanúgy állami erőből, támogatásból, fenntartásból tudunk mi is fenntartani, vagy a Kolping is így tartja fenn az iskolánkat. De hogy milyen lelkületet adunk, milyen lélekkel, hogyan tudjuk erősíteni a fiatalokat, a tanárokat, na ez az egyház, ez a mi nagy-nagy feladatunk, és ez rendkívül fontos minden emberi életben, minden család életében, és természetesen minden nevelő intézmény életében. Hisz minden iskolára igaz, hogy nem csak tanítás, hanem nevelés is. Akkor is, ha ezt nehéz elvállalni és kimondani, de itt ebben az iskolában még inkább valóságos, hogy itt nem elég csak megtanítani, hanem az nevelni azt jelenti segíteni az életet, hogy valóságos szép életté váljon. Minden gyermek életében fontos a lelkület, hisz lelki erővel lehet az életet csak megélni, és ezt gazdagítani, erősíteni kell. Itt ez még hatványozottabban igaz, és még nehezebb ezeknek a gyerekeknek ezt a harcot megvívni, tehát még jobban melléjük kell állni, tehát több segítséget kell adnunk, mert hát ők ilyen körülmények közül jönnek, és nekik is azért hiszem azt, hogy az Isten szép, gazdag életet szánt, de ehhez melléjük kell állnunk, segítenünk kell őket. Már az iskola különböző oktatási formáiban közel 900-an vesznek részt. Kollár Tamás igazgató azt mondja, bár a rendszer 30 éve alatt folyamatosan átalakult, vannak olyan alapértékek, melyek mentén a Kolping megtartotta helyét az oktatási rendszerben. A szeretet az állandó, a hit, és hát nagyon sok minden megváltozott. Az egész környezet, a gyerekanyag, és hát a szakképzés rendszere az talán folyamatosan változik, mind a mai napig. Mindig megkaptuk a megfelelő segítséget, mindig onnan, ahonnan szükségünk volt rá,
És így folyamatosan meg tudtunk felelni, meg tudunk felelni az elvárásoknak. Azt gondolom, hogy egy hiánypótló iskola vagyunk Tolna megyében, tehát olyan gyerekekkel foglalkozunk, akiknek nagy szükségük van ránk, ezért így könnyű megfelelni. Azt gondolom, hogy a szakmai kínálatunk az most megfelelő. Szoktam mondani, hogy a középfokú oktatásnak majdnem minden részét lefedjük. Van szakiskolánk, szakképzőiskolánk, gimnáziumunk, esti tagozaton, nappali tagozaton. Egyedül most szakgimnáziumi képzésünk nincsen, de a középfokú oktatás teljes palettáján jelen vagyunk. És a fejlődésnek egy másik síkja, azt gondolom, a materiális sík, ahol van lemaradásunk. Nagyon szeretnénk most a főépületünket felújítani, modernizálni, ezen dolgozunk. Koller Tamás véleménye szerint a 30 esztendős szekszárdi Kolping iskola működésének legnagyobb eredménye az, hogy az ide beiratkozók jó szakemberek lesznek, jó szülők, jó hazafiak és jó keresztények. Ennek megvalósulása az iskola legfőbb célkitűzése marad a jövőben is.